A koronavírus áldozatai előtt tisztelgő szoborpark készül egy olasz kisváros Kavrilja határában. 12 művész érkezett a Toszkán vidékre Európából, Örményországból, Japánból, Koreából, Kínából és Iránból, hogy 3 méteres szobrokat készítsen a projekt keretében. Ez egy üzenet, ami reményekkel telve tekint a jövőbe. De nem feledhetjük el, amin az elmúlt másfél évben keresztül mentünk. Ez a másfél év a szenvedésről és az áldozatokról szólt. Ezért arra gondoltunk, hogy a projektet a COVID összes áldozatának dedikáljuk Olaszországban és a világon, mondta Kavrilja polgármestere. A völgyben korábban bányászati hulladékot tároltak, de a területet ma már fű borítja. A projekt művészeti vezetője szerint a tájra az alkotások is reflektálnak. Ezek földrétegek, amik egész falvak eltűnésében játszottak szerepet. Meg szerettem volna jeleníteni ezt az organikus változást. A sziklák fokozatosan alakot öltenek a művészek gyakorlott kezei alatt. Ők azért jöttek ide, hogy itt hagyják a szeretet üzenetét és tisztelegjenek a COVID áldozatai előtt, jelentette az Euronews tudósítója. Egy örmény szobrász szintén azt emelte ki, hogy a projekt középpontjában a koronavírus van. Saját alkotásáról azt mondta, hogy az a harmónia üzenetét hordozza, mert a hatalmas arcon egy férfi és egy nő vonásai is megtalálhatók. A bőrön végzett munkának tükröznie kell a világ szenvedését. Azt, ahogy az emberek is megváltoztatták a külsejüket, miközben a körülöttük zajló dolgok is megváltoztak, mesélte egy spanyol művész. A szobrászok békében élnek együtt az alkotóközösségben, hogy méltó emléket állítsanak az elmúlt időszak rendkívüli megpróbáltatásainak.